Jó napot! Érdeklődni szeretnék, hogy hallott-e róla, hogy Orbán Viktor új havilapot fog indítani? Havilapot én nem hallottam. Nem hallottam, és nem is érdekel. Ez egy újság. Én vidéki vagyok, vidékre nehezebben jut el a hír. Mi a címe az újságnak? Magyar Krónika. Magyar Krónika. Igen, hallottam róla. Igen. Szerintem jó megoldás. Politikusok fognak benne írni, Kudlik Júlia, maga Orbán Viktor is. Olvasna ilyen újságot? Nem olvasnék ilyen újságot. Hogy? Azért, mert nem foglalkozom politikával. Ugye Kerényi Imre és Mencsik Gábor főszerkesztésével 100 embernek juttattak el egy levelet, amiben megkérték őket arra, hogy publikáljanak ebbe az újságba. Ön miről írna, vagy miről olvasna szívesen? Hát igazából nem is tudom most hirtelen, nem tudom. Jó dolgokról számolna be Kerényi Imre szerint? Hát szerintem nem valószínű. Már micsoda? Hát olyan jó dolgokat mondanának. Mert nincsenek jó dolgok? Hát nem nagyon, szerintem. Ömlenek ránk a negatív hírek, pozitív hírek, hogy mit adtak át, mit csináltak. Egy-egy falu önálló lesz, tehát nincs náluk munkanélküli, mert vannak ilyen falvak Magyarországon. Hát most akkor már eleve azért kizárok, hogy csak a jóról számolnak be. Az egy nagyon jó dolog, hogy vannak jó dolgok, de ugyanakkor ott vannak a negatív elemek is, ami beleszámít a teljes képbe, és én a teljes képet szeretem látni, nem csak az egy oldalát. Mit olvasna szívesen egy ilyen újságban? Amit írna. Semmit. Arról biztos nem. Viktornak a sajról semmit. Nem olvasna. Csak annyit, hogy győz a jobb oldal a választáson. Azt olvasnám szívesen. Hát lenne belőle mit olvasni. A privatizációtól kezdve a elhibázott Európa Uniós csatlakozásig, amelyekben a tárgyalások tulajdonképpen ugye a kommunistáknak a jóvoltából hát valósultak meg. Arról olvasnék szívesen, hogy hogyan valósulnak meg azok a tervek, amiket ez a kormány eltervezett. Na, én ezekre olvasnak szívesen. Kerényi Imre miniszteri biztos ma jelentette be ezeket a dolgokat, és ő arról beszélt, hogy például leírná azt is, hogy kinyílott a pitypang, vagy csökkent a rezsim, vagy a biopiacon sárga volt a pecsenyekacsa. Ön szívesen olvasna ilyeneket? Ezek is jók, persze. Ezek is jók, érdekesek. Napi aktuális dolgok, ez is érdekes. Ön szívesen olvasna ilyeneket? Igen, igen, igen. Csak jót fognak. Aja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 j
írjon, úgyhogy gratulálok neki. Mennyit adna egy ilyen újságért? Hát én nekem nem tudom, hogy mennyit adja, 200-at? Na, mennyiért árulják? Milyen gyakorisággal jelenne? Havi. Havi lap? Hát gondolom ez a 4-5-600 forintos árkategória, ami nagyjából az ilyen havi folyóiratoknál megszokott. Én minden esetre azt tenném, ha újságíró lennék, hogy jön a baloldal, és homlok egyenest ellentmond annak, hogy látja, hogy most ott átadtak valamit, csináltak valami jót, mégis kitalálja, hogy miért rossz az. Miért rossz az? Hát ez az, sajnos. És nem fog támadni, hanem belenyugszik abba. Nem fog belenyugodni, sose fog belenyugodni. Soha nem fog. Én nagyon bízom abban, hogy legalább egy kis időt nézze. Nem. No, én nekem nincs ilyen illúzió. Én optimista vagyok, és akkor majd legfeljebb mindig támadni fognak. A következő négy év utolsó harmadában éledek. Addig hagyják nyugodtan dolgozni azt, aki hatalmon van, és remélem, hogy ez a mostani kormány lesz. Igen. Na, én így látom.